Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Elveszett másodpercek. Igen, megcsináltok az alakítást, Queen asszony. Készen van a ruha. Bármikor eljöhet érte. Elvinni? Most? Egy pillanat, megnézem, van-e szabad ember. A fotárunk éppen úton van. Emily, el tudna vinni egy ruhát? Queen asszony van a vonalban, és fél óra múlva szeretné megkapni. Sajnos most nem. Mátizen jön a divat bemutató miatt. Találok rá embert, Queen asszony. Legkésőbb fél óra múlva odaküldöm valakivel. Igen, köszönöm. Nem tudna ő eljönni érte? Úgy tűnik nem. Majd az egyik varrónő elviszi a csomagot, Lajbel asszony. Lajbel asszony. Igen. El kellene vinni egy vevőnkhöz egy ruhát. Jó, de ezt még be kell fejeznem, főnök asszony. Az ráér. Hívjon taxit, és 20 perc múlva már itt is lesz. Queen asszony, meghoztam a ruhát. Tegye a csomagot az ajtó elé. Jó van, már is. És most tűnjön el. Igenis. Asszonynak fel kellene próbálni a ruhát. Ha kell, még tudok alakítani rajta. Tűnjön már el végre! Akkor nem hagyom itt a ruhát. A varrónő vagyok! Hoztam a ruháját! Halló! Halló! Segítség! 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 Na hát, mi történik? Segítség! Valaki segítségért kiált! Segítség! Queen asszonynál! Segítség! Halló! Halló, mi történt, Queen asszony? Valami történt! Hívd a rendőrséget! Hívjuk a rendőrséget, Queen asszony? Gyorsan! Mondom, hogy történt valami. Igen? Hol van most? Adja meg a címét. Strasse 98, második emelet. Nem értem. Beszéljen lassabban, kérem. Vincenauer Strasse 98, második emelet. Rendben. Nyitva van az ajtó. Vigyázz, légy óvatos! Kicsoda maga? Mi történt itt? Értesítettem a rendőrséget. Hol van Queen asszony?
Tehát a gyilkos egy mozdulattal berántotta magát a lakásba. Igen, nem tudtam védekezni. Megszorította a nyakamat, én meg kiáltottam. Szerencse, ugyanis azt hallottuk meg. Hirtelen rájöttem, hogy meg akar ölni. Nekem azonnal világossá vált, hogy emberi lett forog kockán. Úgy szorította a nyakam, hogy már alig kaptam levegőt, és cibáltam a kezét, rángatóztam, és ütöttem. Nyugodjon meg! Súlyos sokkot kapott. Igen. Nem is csoda. Egyelőre egyértelmű szót sem tudunk kihúzni belőle. Pihennie kell. Doktor úr, ő látta a gyilkost. Mielőbb személyleírást kell kapnunk. Túl kell lenni a sokkon. Egyelőre nem tudják kihallgatni. Igen, megértem, doktor úr, de ő az egyetlen, aki látta a gyilkost. Muszáj kihallgatnom az orvosi tanácsa ellenére is. Az önök felelősségére. Azért is én felelek, hogy elkapjuk a gyilkost. Csak 2 perc, jó? Jó, 2 perc, de nem több. Rendben. Néhány perccel fáradjon ki, jó? Maga is kérem. Lajbel asszony. Maga jól látta a gyilkost. Muszáj segítenie. Kellene a személy leírása. Természetesen. A férfi körülbelül... 1 perc, Lajbel asszony? Már nem emlékszem rá. De hiszen látta az illetőt? Igen, a 2 szememmel. Berántotta magát a lakásba. Szemtől szembe álltak egymással. Igen. Azt hittem, soha nem felejtem el azt az arcot. De elfelejtettem. Elfelejtettem. Nem tudom, hogyan. Derek úr! Nincs semmi baj. Ne gyötörje magát. Gondolkodjon nyugodtan, jó? Stefan, itt az áldozat egyik barátnője. Jó. Jó napot. Maga Queen asszony egyik barátnője? Igen. Jó napot. A nevem Schenk, Johanna Schenk. Queen asszonnyal nagyon jó barátnők vagyunk. Mi történt vele? Megfojtották. Úristen. Jöjjön, menjünk át oda. Ez nem kellemes látvány. Amint látja a tettes, mindent átkutatott. Szekrényeket, íróasztalt. Nem tudja, mit keresett? Sok ékszere volt. Nagyon értékes darabok. Aha. És itt tartott a lakásban? Igen, mert most jó oka volt rá. Nemrég vált el, másik lakásba költözött, és bankot is váltott. Eddig közös trezorja volt a férjével. Épp tegnap beszéltünk róla, hogy az ékszert feltétlenül be kellene vinnie a bankba. Találtunk egy üres kazettát. Legyen szíves. Igen, ez lesz az. Ebben tartotta az ékszereit. Nem tudja, mennyit érhettek? Pontosan nem, de egy kisebb vagyont. Köszönöm. Semmi nem utal arra, hogy betörés történt volna. Queen asszony maga engedte be a tettest, tehát minden bizonnyal ismerte a gyilkost. Ezt nem tudom elképzelni. Ugye azt mondta, hogy Queen asszony nemrégiben vált el? Igen, 1 hónapja. Ismerte az elvált férjét? Természetesen. Gyakori vendég voltam a házban. Nem sejti véletlenül, kit érdekelhetett a kazetta tartalma? Nem. Queen asszony gyakran viselte az ékszereit társaságban. Így sokan tudták, hogy értékes darabjai vannak. Arról esetleg van tudomása, hogy miért váltak el? Erről nem szeretnék beszélni. Tudja, mindkettejükkel barátok vagyunk. Ők egész más emberek voltak. Queen asszony életvidám volt. Egy kicsit talán könnyelmű is. Nem illettek össze. Jó. Berger úr? Igen.
Kérem, adja meg a címét és telefonszámát a kollégámnak. Köszönöm. Írd fel mindkettőt. Rendben. Nincs mit tenni, Stefan. Nem emlékszik semmire, pedig nagyon erőlködik. Ne aggódjanak. Visszanyeri az emlékező képességét. Talán már fél óra múlva, de lehetséges, hogy kell néhány nap. Vagy soha. Az is előfordulhat, de nem valószínű. Viszontlátásra. Köszönjük, doktor úr. Beszélhetnék önnel még egyszer? Igen. Most hallottam, hogy a divatszalon egyik alkalmazottja is belekeveredett az ügybe. Igen. Én nem látok összefüggést. Éppen akkor hozott el egy ruhát, és ezzel meglepte a tettest. Ah, és a nő nem tud személyleírást adni? Mert ha tudna, az biztosan sokat segítene, hiszen maga mondta, hogy Queen asszony valószínűleg ismerte a tettest. Igen. Nos, az ő ismerősei az enyémek is. Nagyon köszönöm, erre még visszatérünk. Jó. Tényleg nem tud személyleírást adni? Mondtam, hogy visszatérünk rá. Köszönöm. Jó. Ki ez a nő? Majd később. Menj utána. Hát, ha vár rá valaki. Ja. Mi történt szegény asszonykával? Jöjjön velem, kérem. Jöjjön. Tudom, hogy láttam a férfit, egyértelműen ott állt előttem. Igen, tudom. Előfordul, hogy az ijegységtől kiesik néhány másodperc, emiatt ne aggódjon. De személyleírást kellene adnom róla. Majd arra is sor kerül, de most ne gondoljon erre. Először is hazaviszem. Haza? Stefan? Igen? Egy pillanat. Egy autó várt rá. Egy férfi ült a volánnál, az orrom előtt hajtott el. Megvan a rendszáma? Igen. Mit mondott az önő? Kicsoda? Joanna Schenk, Queen asszony egyik barátnője. És egyben az elvált férj barátja is. Akkor utána nézek. Én hazaviszem Lajbernét. Maga férjé van, Lajbel asszony? Igen. Vannak gyerekei? Nincsenek. A férje mit csinál? Sajnos a munkahelyen nemrég csődbe ment, de talán megint van valami kilátásban. Ezek szerint otthon van? Igen. Ugyanis jobb lenne, ha néhány napig nem menne be az üzletbe, hogy teljesen megnyugodjon, és elfelejtse ezt az ijegységet. De most nem eshetek ki a munkából. Majd beszélek a főnök nőjével, megmondom neki, hogy ez most szükséges. Úgy gondolja, hogy szükséges? A férjem itthon lesz. Benne van a kulcs. Néha kicsit nagyot hall. Georg, én vagyok. Légy szíves, nyiss ajtót. Na, te vagy az. Jó napot. Korábban jöttem haza. Maga kicsoda? Bocsásson meg, a férjem ma kapott fizetést. Történt valami? Igen, Lajber úr. Történt valami. Jó, de miért kell... Mindjárt elmondom. Meg kell beszélnem magával valamit, Lajber úr. Alkoholista? Minden nap iszik, ha pénze van. Figyelj, Georg, figyelj már! Ma majdnem meggyilkoltak, tessék, nézd csak meg! A tettes kezenyomó itt van a nyakamon. Látod ezeket a nyomokat? De miért töltek volna meg? Az úr nyomozó. A rendőrség hozott haza kocsival, hallod? A rendőrség? Felesleges, úgyse ért semmit. Menj
ennyi, ne feküdj le és aludd ki magad! Mozog már! Itt nem maradhat. Szó sem lehet róla. Nem tudna néhány napig máshol lakni? Vannak rokonai? Egy nagynéném. Itt lakik a közelben. Azt mondja, hogy ne aludjak itthon. Igen, megyek már, türelem. Mindjárt kinyitom. Mi lehet olyan sürgős? Ki az? Én vagyok, Anneliese. Hát te mit akarsz? Bejöhetünk, nénikém. Az úr a rendőrségtől jött. A rendőrségtől? Jó napot, kuncasszony. Mi dolgod van neked a rendőrséggel? Mindjárt megtudja. Tessék, itt van a cím. Mindent elírtam. Leibel. Igen. És erre? Erre szükség lesz? Reméljük nem. Tényleg nem emlékszel rá? Ez hogy lehet? Én soha életemben nem felejtenék el egy olyan arcot. Ha, hihetetlen történet. Igen, pár napra itt maradhat az unoka húga? Ameddig csak akar. Itt nem esik baja, erre megesküszöm. Egyszer már elkergettem valakit. Ezzel ni. Ne aggódj, nálam nem esik bántódásod. Ebben egészen biztos lehet. Az is vagyok. Lehet, hogy ez már valaki? Engem keresnek, ide rendeltem egy embert. Jó napot, Derek úr, itt vagyok. Rendben, jöjjön be. Nos, Sajasszony az egyik kolléganőm. Ezek szerint maga rendőr? Ez is olyan dolog, ami régen nem volt. Napokig semmi sem történt velem, most meg folyton jönnek. De ez tetszik, jöjjön be. Bár nincs szükségünk a maga védelmére. Azt hiszem, ott jó helyen lesz. És az emlékezete? Eltűnt. Egyszerűen nincs. Nincs más, várnunk kell. Az áldozat férjét értesítették már? Telefonon igen. Kivin üzletvezető egy cégnél, ami a felesége tulajdona. A feleségé a cég? Akitől 4 hete, hogy elvált. Ez beindítja a fantáziádat, igaz? Mindenképpen. Jó napot! Jó napot, Quinn úrral szeretnék már beszélni. Is. Az urak a rendőrségtől jöttek? Igen. Végre! Hogy merészelnek az urak megváratni? Egész idő alatt más se csináltam, csak vártam. Mit akart volna tenni? Oda menni a lakásba és ott helyben meggyőződni róla, hogy mi is történt. Mert nem tudok semmit. Csak egy telefonhívást kaptam, amelyben közölték, hogy a feleségemet meggyilkolták, és várjak, amíg megérkezik a kollégájuk. Tessék. Köszönjük. De azért persze nem vagyok teljesen tájékozatlan. Ugyanis Senkasszony már felhívott. Senkasszony? Igen. Ő a feleségem egyik barátnője. Épp találkozójuk volt, amikor, ahogy elmesélte, belecsöppent az egészbe. Azt mondja, barátnők voltak? Igen. Nagyon jó barátnője volt. Ahogy nekem is. A család egyik jó barátja. Bizonyára tudják, hogy elváltam. 4 hete, nem igaz? Igen. A válás, hangsúlyoznám, kölcsönös beleegyezéssel történt. Harag és düh nélkül, értelmes emberek módjára levontuk a konzekvenciát. Ennek ellenére mélyen megrázott. Tud róla, hogy közben váratlan esemény is történt? Váratlan esemény? Hogy érti? Arra gondol... Hogy majdnem leleplezték a testest. Igen, persze, volt egy nő, aki le akart adni valamit. Igen. És majdnem ő is a gyilkos áldozatává vált. Igen. De akkor neki látnia kellett a tettest. Látta is. Így bizonyára hamar kézre keríték. Az a nő nyomra tud vezetni. Én is így vélem.
Queen úr, kérem értse meg, hogy a következő kérdést kell feltennem. Hol volt ma délelőtt 10:30 körül? Vagy úgy. Értem. Nem veszem rossz néven a kérdést, csak a kötelességét teljesíti. De nézzem meg jól. A személy leírás, amit az a nő adott, jól illik rám? Kérem, válaszoljon a kérdésemre. Az irodámban voltam, a titkárnőm tudja igazolni, hogy egész idő alatt ott voltam és diktáltam neki. Megkaphatnánk a titkárnője nevét és a címét? Igen, most bizonyára csodálkozni fognak, mert Semkasszony az. Semkasszony? Ő a titkárnője? Igen. Az enyém és a feleségem, egyben jó ismerősünk is, ebben nincs semmi ellentmondás, ha esetleg önök látnának benne. Akkor tudta, hogy Senkasszony elmegy a feleségéhez? Természetesen. Diktáltam valamit, amit a feleségemnek alá kellett volna írni, a bőzleti ügy. Ő a cég tulajdonosa. Senkasszony odavitte az iratot, és ahogy már mondtam, belekeveredett a történetbe. Ezzel válaszoltam arra, hogy hol voltam a gyilkosság idején. Hajlandó rendelkezésre állni egy szembesítésre? Igen, bármikor. De milyen típusú ember az a nő? Az ellen lehet védekezni, nehogy véletlenül szellemet lásson? Nem, az ellen nem lehet védekezni. Szóval nem lehet. Nem. Senkasszony szerint feltételezik, hogy a gyilkos a feleségem ismerőse volt. Nos, az ő ismerősei az enyémek is. Adják meg a részleteket. Én pedig átgondolom, ki jöhet szóba. Vagy a nő nem tudott személyi leírást adni? Köszönjük, viszontlátásra! Vagy a nő nem tudott személy leírást adni? Ne. Úgy tűnik, érdekli a kérdés. Nagyon kíváncsi volt rá, mit mondott Leibel asszony. Igen. Jöjjön kérem, Derik felügyelő már várja. Rögtön jövök. Jó napot, Senkasszony! Jó napot. Beszélni akartak velem. Még lenne pár kérdésünk. Queen úr most nincs bent. Itt leülhetünk. Köszönjük. Nem volt tudomásunk róla, hogy maga nem csak Queen asszony barátnője volt, hanem a titkárnője is. Igen, itt dolgozom. Úgy volt, hogy találkozni fognak, igaz? El kellett vinnem neki egy anyagot, céges papírokat. Alá kellett volna írnia. Megnézhetném azokat a papírokat? Miért? Milyen papírról van szó? Meghatalmazásról. Queen úrnak szüksége lenne rá, miután elváltok. Mutassa meg a meghatalmazást. Már visszaadtam Queen úrnak. Hogy ment el Queen asszonyhoz? Taxit hívott? Miért? Talán gyalog ment oda. Nem, az egyik alkalmazottunk vitt el. Beszélhetnénk vele? Természetesen. Háró, ide tudnál jönni? Azt akarják megkérdezni, ki vitt el Queen asszonyhoz. Hát én, miért? Maga sofőr a cégnél? Sofőr? Az értékesítésen dolgozom. Hogy hívják? Haro Brückner, a mostoha öcsém. Neki köszönhetem az állást. Tehát maga vitte el a nővérét Queen asszonyhoz. Igen, ahogy hallották. Lent vártam rá. Amikor lejött, falfehér volt. Ledöbbentem, amikor elmondta, hogy Queenét meggyilkolták. Kiderült már, ki ölte meg? Nem, még nem. Nagyon szimpatikus hölgy volt. Ez az én véleményem. Lehet, hogy más nem így látja. Például kicsoda? Hát a férje. Különben nem váltak volna el. Igen, ez így lehet, köszönöm. Nincs mit. Nos, Senkasszony, ha maga a titkárnő, akkor bizonyára van betekintése az üzleti ügyekbe. Ki ez a cég? A cég tulajdonosa, vagyis csak volt, Queen asszony. És ki élet most? Gondolom az elvált férjéjé. Valószínűleg. Azt akarja mondani, hogy a tulajdonviszonyok a válás óta még nem tisztázódtak, de már folyamatban volt. Most pedig közben jött Queen asszony halála? Azt hiszem, hogy így van. De pontosan nem tudja? Nem.
Tudja, hogy ez ok lehet gyilkosságra? Queen úr egy gyilkosság által nagy vagyon birtokába kerül. Tehát hol volt Queen úr a gyilkosság idején? A gyilkosság 10:30-kor történt. Itt volt bent, ebben az irodában, ült az íróasztalánál, és meghatalmazást diktált. Nem téved az időpontot illetően? Nem. Van más tanú is, hogy Queen úr 10:30-kor itt volt? Esetleg a fivére? Hagyja, majd én megkérdezem. Brückner úr? Igen, tessék. Hol volt Queen úr ma 10:30-kor? El sem hiszem, hogy ilyesmit kérdeznek. Feleljen a kérdésre. Itt volt az irodában. Biztos az időpontban? Mondjuk úgy, hogy meglehetősen. Mikor szoktak alibit kérni? Nekem ez az első ügyem. Majd esküt is kell tennem? Megtenni? Ha nem marad más hátra. Egy valami világos. Így a hivatalos meghatalmazás előtt Queen kezébe került a vállalat. Igen, úgy néz ki. Schenk asszony pedig, aki barátnő és titkárnő, bizonyos értelemben benne van. Maguk itt? Igen, még volt pár kérdésünk a titkárnőjéhez. Én nem tudtam volna megválaszolni. Ellenőriztük, hogy bizonyos kijelentések egyeznek-e. És? Egyeznek? Éppen ezt vizsgáljuk. Elvártam volna, hogy tájékoztassanak a látogatásukról. Hogy világos legyek, furcsának tartom a viselkedésüket. Ezt gyakran halljuk. Minden jót, Queen úr. Nézzünk el abba a divatszalomba. Igen, telefonon értesítettek róla, hogy Queen asszonyt meggyilkolták, és hogy Lajbel asszonyra szemtanúként lesz szükségük. Én hívtam fel magát. Képzelhetik, hogy megdöbbentünk. Queen asszony évek óta kuncsaftom. Tessék. Köszönjük. Ki szolgálta ki Queen asszony? Én magam. Az ilyen vevőket én fogadom. Bocsásson meg, ha kissé indiszkrét a kérdés, de Queen asszony nem beszélt önnek a magánügyeiről? A magánügyeiről? Esetleg a férjéről? Fontos, hogy válaszoljak erre a kérdésre? Igen, fontos lehet. Nem szívesen válaszolok. De beszéltem vele a férjemről. Tudják, én elváltam. Akkor azt mondta, az én házasságom is hiba volt, nagy hiba. Az ember azt hiszi, ismer valakit, és aztán hirtelen rádöbben, hogy egy cseppet sem ismeri. Hát igen, ez rettenetes. Azt mondta, rettenetes? Igen, emlékszem rá, mert megdöbbentett. Azt mondta, a férje rettenetes. Megmagyarázta, hogy értette? Nem. Kellemetlennek éreztük, hogy magánügyekről beszélünk. Kínos volt. Ezt megértem. Mikor jön vissza Lajbel asszony? Már is érdeklődtek utána. Nem tudja, ki érdeklődött? Valaki a rendőrségtől. Azt kérdezte, hogy van és hol találja. A rendőrségtől? Megmondta a nevét is? Nem, csak annyit mondott, hogy fel kell vennie a jegyzőkönyvet, és a címe felől érteklődött. Az megadta neki? Természetesen nem kellett volna. Bocsásson meg, sürgős dolgunk van. Viszontlátásra. Mindent köszönünk, minden jót. Mit akarnak? Jó napot, bemehetünk? Ha nagyon muszáj. Megint feltankolt. Tessék. Lajbel úr, elárulta valakinek, hol van a felesége? Nem, azt mondtam, hogy fogalmam sincs róla. Kérdezősködött valaki? Nem. Azt mondtam, hogy nem tudom, hol van a felesége. Tehát valaki mégis kérdezte. Igen, de azt mondtam, még ha a bűnügyiektől jött is, akkor sem mondhatom meg. A bűnügyiektől jött? Azt mondta, onnan jött? Igen. Én is csodálkoztam rajta. Azt mondta, hogy fogok én még beszélni, aztán egyszerűen becsapta rám az ajtót. Le tudná írni a férfit? Leírni? De hogy nézett ki? Magas volt, vagy alacsony, világos, vagy sötét hajú? Mi volt rajta? Mi volt rajta? Mikor járt itt az illető? Pár perccel ezelőtt. Menjünk. Igen, tessék. Derek úr. Mi a probléma? Semmi, Queen úr.
Már megoldódott? Pillanat! Ő nem lehetett, bent van. Háró Brückner! Mondja, Quinn úr! Háró Brückner ott van? Háró Brückner? Beszélhetnék vele? Megkérdezem. Azt kérdezik, hol van Háró. Már is utána nézetek, hogy bent van-e. Háró, Derek úr keres telefonon. Igen, itt Brückner. Rendben, már megoldódott. Ő sem. Nem akart semmit. Abszolút semmit. Azt mondta, megoldódott. Akkor semmi gond. Mi nem hívtuk Hauknét, és senki nem járt Leibelnél sem. Az utasításod nélkül nem... Ha nem hívták volna fel azt a divatszalonos nőt, azt mondanám, ez a Leibel össze-vissza beszél, annyit ivott. Már csak az hiányzik, hogy mellé is embert kell ilyen küldeni. Lehet, hogy rossz nyomon jártunk eddig. Vagyis akkor a nagy ismeretlennel van dolgunk. Egy kérdés maradt. Ki köp bele a levesünkbe? Mi van vele? Éppen alszik. Mint akit agyonütöttek. Időközben történt valami? Nem csengettek? Vagy telefonáltak? Nem, senki. Ne aggódjanak, nem lesz itt semmi baj. A kolléganője éppen arról mesélt, hogy mi mindenem ment már keresztül. Higgyék el, úgy elröpül az este, mint a szél. Egy szóval, nem lesz itt semmi gond. Van itt két stramnő, akire feltétlenül számíthatnak. A gyilkos megtudhatta, hogy hol van Leibel asszony? Lehetséges, viszont tény, hogy valaki megpróbálta. Segítség! Segítség! Leibel asszony! Leibel asszony! Nyugodjon meg, Leibel asszony. Csak álmodott. Nincs mitől félnie. Talán most emlékszik rá. Leibel asszony, már emlékszik a tettesre? Nem. Erőltesd meg az agyadat, Anneliese. Jól van. Nincs semmi baj. A világon semmi. Ne essen kétség. A szemtanú nem emlékszik a sok hatására, kihagy az emlékezete. Egy nő ismeri a gyilkos, de nem tud személyleírást adni. Hogy kerülhetett ez a sajtóba? Kinné szomszédai mindent hallottak. Lehet, hogy őket találták meg. Tudod, mit jelent ez? Uh-huh. A gyilkos tudja, hogy van esélye. Most nem kellett volna elmondanom? A riporterek megkérdeztek, én meg elmondtam, amit tudok. Ha ezzel hibát követtem el, már megbocsássanak, de az a maguk hibája. Szólhattak volna, hogy ne jártassam a számat. Hogy te ne jártasd a szád? Olyan még soha nem volt. Te csak hallgass. Jól van, semmit sem vetek a férje szemére, de most mondja meg, kinek adott információt. Tegnap a riportereknek. Ja, igen, ma reggel felhívott egy férfi, és mindent el kellett mesélnem neki, többiről hegyire. Még egy újságíró? Nem az volt a benyomásom róla. Olyasmit magyarázott, hogy akkor olvasta az újságot, és hogy nagyon megrázta a hír. Mire volt kíváncsi? Azt mondta, hogy biztos volt ott orvos is, és kérdezte, hogy az mit mondott. Meg hogy mi az esélye, hogy a nő visszanyeri az emlékezetét. Leibel mindent megtesz, hogy pénzt szerezzen itt arra. Leibel úr? Leibel úr! Mi
Menj, hívj orvost, a házban van telefon. Lajber úr, elárulta valakinek, hol tartózkodik a felesége? Megmondta valakinek? Ha nem teszem, akkor megfojt. Mindjárt visszajövök. Legyen óvatos. Ha egy férfi nyomozónak adja ki magát, ráncsa elő a pisztolyt. Jó, rendben. Mindjárt jön az orvos. Lajbel asszonynál minden rendben van. Azért menj oda a lakásba, hát ha felbukkan a gyilkos. Vidd a kocsit, én visszanézek. Tessék. Köszönöm. Jó reggel, Derik úr. Önnek is, fiú. Próbáltam elérni. Szóltak róla? Nem, úton Tessék. Voltam. Olvasta a reggeli lapokat? Igen. A nő elvesztette az emlékezetét. Nem emlékszik semmire. Egyelőre nem. A sok, igaz? Az izgatottság. Valószínűleg. Ez a gyilkos szerencséje, mondhatjuk így? Igen, így is mondhatjuk. Tegnap csodálkoztam is rajta. Nem értettem, miért olyan hallgatag a nőt illetően. Belvégre ő a szemtanú, magát meg nem is érdekli. Így már tudom miért. Remélem, ez megnyugtatja. Van valami újabb hír? Előkerültek már az ékszerek? Nem. Ezért keresett telefonon? Igen. Időközben összeírattam, mennyit érnek az ékszerek. Körülbelül 250 ezer márkát. Ó. Tehát, ha indítékot keres, akkor ez az lehet. Tudom, hogy más is megmozgatta a fantáziáját. Engem sem hagyott ki belőle, de én azt is elfogadtam, hogy többek között engem is lehetséges gyilkosként tart számon. Hol volt ma délelőtt? Meg tudnám mondani pontosan? Hol tartózkodott? Tehát még mindig nem adta fel a gyanúját. Kérem, feleljen a kérdésre. Egész idő alatt itt voltam. Ebben az irodában. Senk asszony? Igen, tessék. Azt kérdezik, hol voltam ma délelőtt. Minden percre kiterjedően. Mit tudna erről mondani? Quinn úr itt volt az irodában. Az irodám előtt 15 ember dolgozik, akik mind láthatták, mikor megyek és mikor jövök. Értem. Köszönöm. Elég lesz, viszontlátásra. Üdvözlöm. Jó napot. Megint úton van? Igen, állandóan. Én is olvastam az újságot. Ezért van most itt. És mit olvasott? Azt, hogy a szemtanú emlékezett kiesésben szenved. Ah, igen. Beszélhetnék önnel? Persze, a társalgóban. Az jó lesz. Maga és Quinn úr jó barátok? Jó barátok. Ugye mi a barátság? Ma ez a szó kizárólag az érdekekkel függ össze. Jó. Akkor másképp fogalmazom meg. Szóval, vannak közös érdekei a főnökével? Nem túl sok. Milyen kapcsolat van a mostoha nővére és Quinn úr között? Miért tőlem kérdezi? Na jó, ő az irodavezető ennél a cégnél, és csodálja a főnökét. Na igen, ahogy minden titkárnő szokta. Ez a jó együttműködés egyfajta előfeltétele is. A nővére csodálja őt? Vajon bármit megtenne érte? Hogy miket nem kérdez tőlem? Igen, bizonyára. Merre járt ma délelőtt? Üzletfeleknél. Mondja el nekem részletesen, mikor, hol járt a mai napon. Ellenőrizni fogom. Jó, de miért? Történt valami? Ne mondjon semmit, hát ha kitalálom. Valami történt a szemtanúval. Lehet, hogy végül őt is megölték? Nem, szerencsére még él. Még Brückner úr. Igen. Csak most jut eszembe, hogy a gyilkos olvasta az újságot. Számára csak egyetlen lehetőség létezik, hogy megszabaduljon a szemtanútól. Igaz? Én is így látom. Derik úr!
Ha kérdése van az alkalmazottaimhoz, akkor jogom van tudni, miről van szó. Szabad? Hogy ne? Össze kell írnom, merre jártam ma. Egyébként hol van az a nő? Egy órára kölcsön kérhetném a sofőrjét? Minek? Mit akar vele? A kérdésemre igen vagy nem lehet a válasz. Csak tessék. Elvégre maga a rendőr. Magának mindent szabad. Parancsoljon. Balra kérem. Menjen be. Mit akar a fegyverrel? Itt várjon meg. Nyugodtan tegye el. Még zsebkés sincs nálam. Hogy van, Lajbel asszony? Fáj a fejem. Á, mert túl sokat gondolkozik. Arra nincs szükség, semmit sem szabad erőltetni. De hiszen arra vár, hogy emlékezzem. Persze, de akkor sem kell erőltetnie. Lajbel asszony, szükségem lenne a segítségére. Lehet, hogy túl sokat kívánok öntől. Jöjjön, kérem. Jézusom, ne csinálja már! Most mi van? Milyen arcot vág maga? Nem akarom bántani. Hogy viselkedik ez a nő? Úgy tesz, mintha meg akarnám ölni. Figyeljen rám! Az emlékezete csúnya tréfát űz magával. Nehogy téves következtetést vonjon le. Nem. Nem ő volt az. Na, akkor szerencsém volt? Ha belegondolok, milyen könnyen juthat pokolra az ember. Jöjjön, üljön le. Nincs semmi baj. Látja, ezzel már is nagy lépést tettünk előre. Hiszen azt már tudja, hogy valaki nem volt. Szóval ő volt az, aki le akarta adni a csomagot. Akarja látni a nyakán a foltokat? Nem, nem szükséges, elhiszem. Egész más, ha az ember lát valakit, akiről eddig csak hallott, vagy olvasott. Uh-huh. És most úgy néz ki, mint egy nyuszi, aki halálra rémült. Igen. Fektesse le, jó? Uh-huh. Jöjjön velem. Rettenetes, amit ezzel a nővel műveltek. Nem is értem. Olyan kiszolgáltatott. De hát, az a lényeg, hogy nem ismert fel. Gondolom, elmehetek. Harry, kísért ki Brückner urat. Egy pillanat! Még nem tudom a lakcímét és a telefonszámát. A nővérem címét tudja? Akkor az enyémet is. Nála lakom. Ez elég? Igen, az elég. Ha csodálja, talán szereti is. Queennek viszonya lehet senke? Akkor mi van? A gyanú, hogy Queen áll a gyilkosság mögött, még erősebb. Ahogy az, hogy a mostoha fivér is benne van. De nem ő volt, Harry. Liberty nem ismerte fel. És ha ő a titokzatos ismeretlen, a kollégánk, a bűnügyiektől, a telefonáló, aki megvert a Liberty-t. Azt nem hinném, ahhoz túlságosan együtt érzett. Egyébként sem az a típus. De nyugodtan vidd el Liberty-hez, és szembesítsd vele. Hát, ha lesz egy józan perce. De lehet, hogy olyan részeg lesz, hogy meg se ismer. Jó estét, Senkasszony. Jó estét. Szeretnék még egyszer beszélni a mostohaöcsével. Itthon van? Nincs. Mit akar még tőle? Egyértelmű, hogy nem ő a gyilkos, ezt maga is tudja, nem? Hol van az öccse? Elment. De lehet, hogy csak leugrott a diszkóba. Köszönöm. Egy pillanat. Lenne még egy kérdésem. Bocsásson meg, hogy így rákérdezek. Tessék. Milyen a kapcsolata a főnökével? Személyes a viszonyuk? Egy szóval szereti őt? Jó éjszakát, Senkasszony!
Maga hogy kerül ide? Nem száll le rólam? Nagyon sajnálom. Nézze, elég fáradt vagyok, és ahogy elnézem, maga sincs jó kedvében, igaz? Nem, tényleg nem. Jó fej. Összefüggésbe hozott egy gyilkossággal. Szembesít a szemtanúval, aztán a férjével. Azt meg kell emészteni. Most is az a véleményem, hogy tudna mesélni nekem. Én? Igen. Kérek egy üvegsört? Nem tudok mit mondani. A gyilkosságnak Queen úr a nagy nyertese. Nyertese? Igen. Igen, holnap kell menni a közjegyzőhöz, aki jó szegényét tette volna. Na és? Így most ő a nyertes. És persze a maga nővére. Mit akar ezzel? Gyilkossággal vádolja? Nem őt, inkább Queent. Ezért is lenne lényeges, hogy maga mit tud kettőjükről. A nővérének viszonya van a főnökével? Azt én nem tudom. Hagyj még egyet. Mondja csak. Elmesélte nekik, hol találkozott Lajbel asszonnyal? Igen, miért? Nem kellett volna? A nő még mindig nem emlékszik, ki támadta meg? Nem. Különös eset, mi? Hát igen, nagyon is. Nem tarthatjuk örökké rendőri védelem alatt. Ez a probléma. A gyilkos csak egy lehetőségre vár, hogy lecsaphasson. Számolni kell azzal, hogy... Megteszi, meg kell tennie. El kell tenni lábalól a szemtanút. Na hallja. Hogy el kell tenni lábalól. Gyilkosságról van szó. Nem tudok segíteni. Remélem nem fajul odáig. És ha mégis odáig fajul? Na akkor mi lesz? Mondja csak. Igen? Az ékszereket miért nem keresik? Maguknál nincsen jelentősége? De, azt a teóriát is felállítottuk, hogy a bérgyilkost az ékszerekkel fizették ki. Na és? Mit szól ehhez az elmélethez? A kérdés az, maga mit szól hozzá? Teljesen kikészít idegileg. Ezek csak feltevések. Teszek magának egy javaslatot, hogy megbizonyosodjunk a feltevések felől. Jöjjön velem! Mindjárt visszahívlak. Megtalálta a nyomozó? Igen, beszéltem is vele. És mit akart? Csak elnézést kért tőlem. Miért? Mivel engem tartottak gyilkosnak. De az már tisztázódott. Tisztázódott? Te ennyivel elintézed? Szembesített Lajbel nével. Én meg kikészültem. Észre is vették. Igen, gondolom. Az a nő teljesen ártatlan. Még nem tudta feldolgozni, hogy majdnem meggyilkolták. Teljesen kikészült. Mintha a hóhér csapott volna rá. Nagyon megsajnáltam, hogy ott láttam. Szegény asszony. Annyira jelentéktelennek tűnt. Mintha sajnálatra született volna. Ha. Ma este vissza is viszik a lakásába. Nem hiszik, hogy bármi eszébe jut. Vissza a lakásába? Igen, ahová tartozik. Hát, ha ott eszébe jut a gyilkos arca. Még ma este? Nem beszéltem érthetően.
Tessék, itt Derek. Azt hiszem, igaza van. Hanna sietősen távozott itthonról. Nem. Nem mondta meg hová. Brückner úr! Négy, hét, három, kettő, egy. Beszélhetnék Queen úrral? Nincs otthon? És hová? A városba? Köszönöm. Most nem tudom megmagyarázni, Leibel úr. Menjen át a kollégámmal a szomszédokkal. Az ott lakók tudják, hogy itt vagyunk. Nem, amiatt nem kell aggódnia. Akkor mi ez az egész? Jöjjön csak, Leibel úr. Nálunk is van mit inni. Hát akkor... Jó. És most árulj el szépen ki maga. Neve, lakcíme, minden adat érdekel. Mibe keveredtem bele? Ez csak egy ártatlan betörés. Mondom a nevét és itt a címét. Itt a jogosítványa. A neve Burzbach. Berger? Igen? Hozd az emberünket. Értettem. Jöjjön. Igen. Ő az. Ő járt itt. Rendőrnek adta ki magát, és összevert. Na, kolléga úr, ehhez mit szól? Kicsit többről van szó, mint ártatlan betörésről. Maradjon teljesen nyugodt. Mi a baj? Ennyire felzaklatt a Burzbach úr látványa? Ez az ő lakása, mit keres itt? Elárulná, mire várt? Majd én megmondom. Azt akarta hallani, hogy Leibel asszony többé már nem tud tanúskodni. Egész pontosan egy gyilkosság hírére várt. Maga és Queen úr. Queen? Az kicsoda? Akivel együtt bérelték fel magát.
Maga megőrült. Már megmondtam, az autóban kibérelt fel erre a gyilkosságra. Ez a nő, senki más. És mi volt az ár? Biztosan nem ingyen csinálta. Ez volt a bérem. Igazat mondott? Quinn úr nem is tudott a gyilkosságról? Vagy egy olyan embert akart bemártani, aki semmiről sem tudott? Aki teljesen ártatlan az ügyben? Egy embert, aki szereti magát? Maga szereti őt? Ő ártatlan. Semmiről sem tudott. Egyáltalán. Azt akartam, hogy a gyár és a vagyon az övé maradjon, mielőtt a felesége elveszi tőle. Ne legyen ilyen érzelgős, nem illik magához. Gyűlölte a nőt. Nem csak a férjét akarta, hanem a vagyonát is. Mindkettőjüket letartóztatom. Magát gyilkosságra való felbújtásért, magát gyilkosságért és testi sértésért. Leibel asszony, nézze meg ezt a fotót. Igen. Ő volt az. Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Fehér Tibor, Piros Ildikó, Helyei László, Kubik Anna, Kovács Patrícia, Udvarias Anna, Berzsenyi Zoltán, Peller Anna, Nagy Gábor, Adorjáni Bálint, Baksa Imre, Melis Gábor, Bókai Mária. Zenét szerezte Frank Duval. Fényképezte Rolf Kestl és Mihály Georg. Magyar szöveg Nagy Gabi, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Traub Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Rehorovszki Béla. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Alfred Forer.